Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András. Jó reggelt kívánok, polgártársak! Úgy döntöttem, hogy bemondom a pontos időt. Kicsit ilyen Kossuth rádiósan. Jó 7 óra, 6 perc. Mindenkit köszöntünk szeretettel. Ez itt az Aktuál, a Spirit FM-en. Az első órában már is egy, hogy is mondjam, a politikai elemzések aduásza következik Nagy Attila Tibor. Aztán beszélünk egy picit az orosz-ukrán konfliktusról, annak is azért van az apropója, mert fél évek törtek ki a hadászati műveletek, ezt úgy mondják, hogy a harcok, igen. Tehát ugye nem a rendőrségi közlemények stílusában kommunikálunk, amikor azt mondjuk, hogy XZ forgalmi rendszámú zsiguli típusú gépjármű, hanem azt mondjuk, hogy egy sárga Lada. Szóval, hogy na mindegy, összeszedem magam. Minden esetre már is belevágunk abba az órába, amelynek persze lesz olyan témája, amely a Vodafone eladását érinti, és akinek még mindig nem sikerült a műsorhoz kedvet csinálni, annak elmondom, hogy Tatabányán a szülészet, nőgyógyászat 4 napig szünetel. Ez nem olyan, mint a kommunizmusban, hogy nincs banán, hanem ez olyan, hogy 4 napig nem lesz szülészet, nőgyógyászat Tatabányán. És Győrbe kell menni azért, hogy valaki elláttassa magát. De nem az, hogy mit tudom én, hogy bőrgyógyászat, hanem hogy szülészet, nőgyógyászat, értik? Kezdünk. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Mit, miért tesz a kormány címmel kormányinfót tartott tegnap Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter? Szó volt a rezsicsökkentés módosításáról, az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról, az uniós pénzekről, illetve az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőinek menesztéséről is. Azt is közölték, hogy az ársapkák érvényben maradnak október 1-ig. Az elhangzottakról Nagy Attila Tibor politikai elemzővel beszélgetünk. Kicsit később fogjuk megbeszélni az ársapkát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nagy Attila Tibornak, és az én drága nagypapámtól elnézést kérek, aki bőrgyógyász volt a felvezetőért, és lehet, hogy fönt hallgatja a műsort. Szóval, hogy nem akartam az ő szakmáját leszólni. Zárója, bezárva. Minden esetre a legfontosabb lakmuszpapír általában az ilyen politikai történéseknél, mint a tűzijáték és annak következményei, hogy mit mondanak az én foci szurkoló barátaim. Nagyon megosztott az a társaság is, és azt a véleményt idézem most, hogy azért fizetjük az adófizetők pénzéből a meteorológiai szolgálatot, hogy az állami döntésekhez olyan információkat szolgáltassanak, amelyből ki lehet indulni. Na most az egy súlyos szakmai hiba, fogalmaz ez az érvelés, hogy nem tudnak fél nappal az esemény előtt olyan 100%-os információt adni, amiből ki lehet indulni. A meteorológiai szakmai kérdésekben nem tudok nyilván véleményt mondani. Azt gyerekkorom óta egyébként, amióta az eszemet tudom, találkoztam olyan emberekkel, még családom körében is, akik mérgelődtek, amikor nem volt elég pontos az időjárási előrejelzés. Tehát ez egy fontos téma, és nem gondolnám, hogy nagy tüntetések fognak kirobbanni a menesztett vezetők sorsa miatt. Azt viszont nagyon is gondolom, hogy bár a kormány kommunikációja meglehetősen ügyetlen volt, tehát nem nagyon kápráztattak el, meg kényeztettek el minket az információk tömegével, ami a személycserét illeti, és tegnap próbált magyarázkodni Gulyás Gergely erről, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ez beleillik az Orbán rendszer működési rendjébe, tehát kőkemény lojalitást, engedelmességet várnak el, és bizony... De hol nem volt ez lojális? Tehát, hogy én nem látom azt, ami megalapozná, hogy úgy értelmezni a kormány. Van egy egyébként nem a kormány alárendel, de mégiscsak az ő, hogy mondjam... Hát az állami igazgatáshoz tartozó. Az állami döntések tartozó. Előkészítését szolgáló országos hatáskörű intézet. Tehát, hogy hol nem voltak lojálisak? A tegnapi kormány szóvivői tájékoztatón kiderült, hogy voltak szakmai viták.
És akkor a kormány ezt úgy oldja meg, hogy akkor meneszti az alájuk tartozó vezetőt. Mint hogyha azt mondta volna Gulyás Gergely, hogy inkompetencia jelenségek fordultak elő, ezt megelőzően is, és ez volt az utolsó csepp a pohár. Jó, ezt levegyük komolyan, hát kitüntették a vezetőket a korábbi években. Egy évvel ezelőtt. Tehát azért mondom, hogy ez mesehabbal, nemrég ittam kávét egyébként, tehát abban is volt némi hab, na a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón is volt egy kis hab, mesehabbal, tehát miután kitüntették ezeket a vezetőket, nem hiszem, hogy itt kell keresni a dolgot, hanem itt valami olyan szakmai nézeteltérések voltak, vagy valószínűleg a vezetők nem mindenben értettek egyet a kormányzat bizonyos képviselőivel, és ezért kellett menniük, és valóban az augusztus 20-i nem teljesen pontosak bizonyult előrejelzés már csak egy ürügy lehetett, meg ezzel hát csak az a baj, tehát az Orbán rendszer működésében, és ezt nagyon fontos érteni, a lojalitás, az engedelmesség és a hibáktól való félés, ez eléggé jellemző. Tehát ne felejtsük el, hogy a Fidesz hatalomra, 2010-es hatalomra jutása után egyik első dolga volt úgy módosítani a köztisztviselői törvényt, hogy indoklás nélkül kirúghassák a köztisztviselőket. Pereket is nyertek egyébként köztisztviselők. Jó, ezt később vissza kellett ugyan mondani, de utalnék arra, hogy később aztán úgy módosították a kormánytisztviselői törvényt, hogy ha megszűnik a bizalom a munkáltató részéről, akkor is ki lehet rúgni a munkavállalót. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy általában véve is az állami alkalmazottakat a közigazgatásban könnyebben ki lehet rúgni, mint 2010 előtt. Tehát amikor arról beszéltem a műsor elején, hogy az engedelmesség, a lojalitás elvárása az Orbán rendszerhez tartozik, akkor többek között erre is utaltam, és lám, hiába vezető valaki ebben a rendszerben, egyik pillanaton a másikra eléggé megalázó módon el lehet küldeni. Nagyon fontos idézni a jogforrásokat. Ma már egy miniszter szava jogforrás egy ilyen helyzetben. Ezzel most nem látják a hallgatók, de az elemző bólogatással jelzi, hogy így van, hogy jogforrás a miniszter. Az Országos Meteorológiai Szolgálat nem politikai, hanem szakmai háttérintézmény. Így reagált Palkovics László miniszter döntésére. Ugye a technológia és ipari miniszter miután felmentette a szolgálat elnökét, és egyébként ez azután volt, hogy a sajtótámadásnak egészen nyilvánvaló jelei voltak, egyébként az OMS közleménye is utal erre, hogy az ünnepi rendezvények óta minden évben részt vettek ugye az operatív törzs munkájában, és ez is így történt idén is, és hát azt mondják, hogy a kapcsolattartási folyamat során olyan elvárások és nyomásgyakorlás merült fel augusztus 19-től kezdve a tűzijáték lefújásának pillanatáig, ami nagy mértékben rátelepedett előrejelzéseink kiadására, kommunikációjára és teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a meteorológiai előrejelzésekben rejlő tudományosan is elfogadott bizonytalanságot. Hát igen, ezt most azért kellett gondolom így leírni, mert mind a két fél ugyanazzal érve, hogy ez nem politikai döntés, hanem szakmai, de a másik oldal azt mondja ez a szolgálat, hogy itt a szakmai elvek, hát hogyha így van, akkor a szakmai elveket kellett volna betartani. Jó, hát a tűzijáték lefújása után a kormánymédia támadást indított az OMS ellen, ez sejem zsinór volt. Persze, csak ott se írták le a cikkek, hogy mi a probléma, tehát hogy miért súlyos hibát vétett. Most ön komolyan gondolja a magyar közéletben, a magyar közéletre általában jellemző a higgadt, több szempontú megközelítés, különösen a kormánymédia bizonyos csatornáin, én főleg az Origo.hu-ra gondolok. Tehát nekik nem az a feladatuk, hogy tudományosan vagy több szempontból megnézzenek egy kérdést. Valószínűleg ki volt adva, hogy az OMS ellen általános támadást, kommunikációs támadást kell indítani, és hát teremtettek nagyon gyorsan egy ellenséges hangulatot, és a kormány mintezt megérezve lépett. Egyébként, ami a jogforrást illeti, valóban a miniszter jogforrás abban az esetben, hogyha miniszteri rendeletet vagy miniszteri utasítást ad ki,
ki. Ez most a úgynevezett fakitermelési kormányrendelet kapcsán jutott eszembe, amelyet utólag megmagyarázott, illetve az erdészeteknek szánt miniszteri utasítást adott ki Nagy István. Tehát valóban bizonyos kérdésekben, amennyiben a miniszter jogi dokumentumot ad ki, akkor az természetesen jogforrás. Ez egyébként beletartozik abba a jogforrási hierarchiába, amely már a rendszerváltozás óta van. Tehát ugye itt miniszteri rendelet, kormányrendelet, törvény, alkotmány, illetve most már alaptörvény. Nagyjából igen, így néz ki. Ez persze igaz, de én arra gondoltam, hogyha egy miniszter mond valamit a sajtóban, vagy a miniszterelnök, arra gyakorlatilag jogot lehet alapítani. Tehát ez mindenki úgy veszi, hogy ez gyakorlatilag egy orientációs pont. Egyébként ez a jogalkalmazásnak egy nehézsége, mert hogy sokszor az van, hogy mondunk valamit, és utána egy-két nap múlva egy tök mást mondunk, és akkor azt egy picit módosítjuk utána, és erre reagál például a pénzügyminisztérium, amikor kiad egy magyarázatot a kata törvényre, hogy azt nem úgy kell értelmezni, ahogy értelmezik, és ebből egy óriási kavalkád van. Két dolgot hagyjegyezek meg. Az első, remélem, hogy a kirugott OMS vezetők munkaügyi bírósághoz fordulnak, mert akkor még inkább megtudhatnánk azt, hogy mennyire volt, illetve hát lehet, hogy mégse fordulnak, rögtön korrigálom is magam, mert ugye a miniszternek diszkrecionális joga felmenteni az alá tartozott vezetőket indoklás nélkül. Ugye munkaügyi pert akkor érdemes írdítani például, hogyha az indoklásban lévő indokok, okok nem valószerűek, és akkor erre hivatkozva tud a elbocsátott munkavállaló munkaügyi bírósághoz fordulni. Remélem, hogy az OMS keretében még meg tudnak maradni, vagy nem tudom, mi lesz velük, de hát azt megjegyzem, hogy eléggé megalázó volt a dolog. A másik, amire szerettem volna reagálni, ez a amit az előbb említett, a jogforrás, igen, illetve a magyarázat. Hát ugye egy-egy miniszter vagy miniszterelnöki sajtó kijelentés ugye szintén nem minősül jogforrásnak vagy jogmagyarázatnak, de nemrég a kormányzat nagyobb súlyt helyezett arra, hogy tessék komolyabban venni az egyes törvények indoklását. Tehát ezt jogilag is megfogalmazták, tehát itt arra kell gondolni, hogy amikor a parlament elé beterjesztenek egy törvényt, akkor mindig egy általános részletes indoklást teszek oda, és akkor ezt külön közzé kell tenni a magyar közlönyben. Hát nagyon köszönöm Nagy Attila Tibornak, hogy végigbeszéltük. Szerettünk volna még a Vodafone üggyel foglalkozni, meg az ársapkával. Ez marad legközelebbre, jó? Rendben van, köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm, minden jót. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Fél éve február 24-én kezdődött az orosz-ukrán háború, a két ország közötti béketárgyalások tavasz óta elakadtak. Az ENSZ legutóbbi adatai alapján több mint 13 millió ember, Ukrajna lakosságának egyharmada kényszerült arra, hogy a háború miatt elmeneküljön otthonából. Közülük 7 millióan belső menekültként élnek, 6 millióan pedig külföldön próbáltak menedéket találni. Az amerikai hírszerzés információi szerint 15 ezer orosz katona halt meg. Kijev szerint 9 ezer ukrán katona esett el a harcok során. A telefonnál Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Akit köszöntök a műsorban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Fontos-e az, hogy akár az amerikaiak, akár a szemben álló harcoló felek mit kommunikálnak a halálos áldozatokról, tehát ki lehet-e abból indulni? Hát, hogyha az ukránok azt mondják, hogy 9000 halottjuk van, akkor véletlenül legalább annyi van, de valószínűleg sokkal több. Tehát mind a két oldalon nagyok a vesztességek. Ez a 15 ezres adat, ez valószínű az oroszok részéről, és az ukránok részéről is legalább ennyi, ha nem több a halálos áldozatok száma. Tehát azt lehet mondani, hogy az oroszok több eszközt vesztettek, jóval több eszközt, mint az ukránok. Ugye azért, mert jóval több harckocsijuk, jóval több tüzérséglövegük van. De az valószínű, hogy az ukránoknak az élőerővesztessége nagyobb. És tehát ki lehet ebből indulni, amit egy fél mond, annál biztosan több. Az, ami az áprilisig tartó első szakaszban történt, az okozza az orosz vesztességek technikai eszközök megsemmisülésének a tényét?
Hát akkor volt ugye a legintenzívebb az orosz veszteség, tehát akkor esett egy napra a legnagyobb orosz veszteség. Most már azért jóval óvatosabbak az utóbbi 3 hónapban. Az utolsó igazán nagy veszteség az májusban volt egy folyami átkelésnél, amikor egyszerre nagyon sok eszköz és nagyon sok katona halt meg, nagyon sok eszköz semmisült meg. Azóta az orosz veszteségek lefele mennek. Vannak persze napok, amikor az ukrán tüzérség eltalál egy parancsnoki központot, akkor lehet, hogy nagyobbak, de az oroszok most nagyon vigyáznak a saját élőrejükre, és ezért haladnak egyébként ennyire lassan, mert alaposan megnézik, hogy hova mennek be. Az az én kérdésem, hogy mivel elérkeztünk a fél éves évfordulóig, ugye ez inkább hóforduló, ezért talán tudjuk értékelni a háború eddigi menetét és a különböző szakaszait, ugye, mert ahogy én is említettem, április után egészen más katonai célokat tűzött ki, és amentén halad előre az orosz hadsereg, már mennyiben ezt az álló háborút lehet előre haladásnak nevezni. Hát igen, volt egy nagyon merész orosz támadás, nagyon kicsi erővel támadtak az ukrán hadsereg és az ukrán állam méretéhez képest, nagyon sok ponton. Ez a merész támadás, ez nagyon sok forrás szerint közel állt ahhoz, hogy sikert érjen el Kijevben, de a közel ugye hát ez is górra megy, egy kapufa az értéke semmi. Tehát az orosz támadásnak nem volt ebben az értelemben katonailag irracionális, kevés erővel akartak nagy eredményt elérni, de volt terv. Na most ez nem volt sikeres, ugye azt tudjuk, viszont arra már nem igazán készültek fel az oroszok, hogy az ukrán ellencsapás az ennyire erőteljes lesz. Tehát ugye ott bementek nagyon gyorsan Kijevig, illetve Harkivig, nagyon sok orosz alakulat igazából védtelen volt. Tehát előre szaladt az utánpótlása védtelen volt, és az ukránok ezt kezdték el megsemmisíteni, és ezek a veszélyek nagyon nagyok voltak az első időszakban. Utána indult egy tárgyalás, amit nem tudjuk, hogy miért, de véget ért. Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy a háború első szakaszában sokkal többet lehetett erről hallani, erről a diplomáciai megoldás keresésről, és most, minthogyha ezek a kísérletek nem szerepelnének a fő hírek között. Hát ugye azért nem, mert megállapodni nem sikerült, és mind a két fél a háborút választotta utána, tehát az ukránok is úgy gondolták, hogy megnyerhetik a háborút nyilván a nyugati segítség, segélyek, fegyverszállítmányok, hírszerzési segítség miatt. Az oroszok pedig nem kaptak olyan ajánlatot, amit el tudtak volna fogadni, hogyha már elindítják a háborút, és most mind a két fél kvázi győzni akar. Ez látható. Az orosz háborús erőfeszítés ugye a második szakaszban az már sikeresebb. Tehát ugye az első szakaszban egy merészet léptek, az nem sikerült. A második szakaszban viszont nagyon óvatosan haladnak előre, bizonyos értelemben teljes ellentéte az első szakasznak. Faluról falura, de nem is csak faluról falura, házról házra mennek előre nagyon sokszor, és úgy mennek előre, hogy széttőnek maguk előtt majdnem mindent. Nagyon sok videó van erről, hogy szó szerint házanként vették be például Peszki települését, de úgy, hogy tüzérséggel sem is tették meg. Ezért ez a lassúság, viszont ez hatékony. Tehát abban az értelemben, hogy gyakorlatilag az elmúlt hónapokban mindig egy pici orosz előrelépést látunk. Vannak ukrán ellenlökések, de igazából nagyobb területet nem tudtak visszavenni. Az látható, hogy az orosz hadsereg viszonylag kicsi létszámmal, az ukrán hadseregnél kisebb létszámmal, de nagyobb tüzérségi és légierő támogatással halad előre. Lehet-e azt mondani, hogy az egy hatékony vagy sikeres próbálkozás az orosz fél részéről, hogy azt kommunikálja, hogy az első szakasz az figyelemelterelés volt, és az igazi cél ezek az úgynevezett független népköztársaságok területének Oroszországhoz csatolása vagy egyesítése a területeknek? Hát én nem tudom, hogy ezt kihiszi el, hogy az első szakasz figyelemelterelés volt. Ezt kommunikálhatja az orosz fél, de szerintem nyugaton, de Oroszországban is tudják, hogy tényleg komolyan megpróbálták Kijevet.
Az biztos, hogy a második szakasz az sikeresebb. Egész egyszerűen azért, mert figyelembe vették, rájöttek, tehát az oroszok is tanulnak. Uh-huh. Van ugye ez a nyugati propaganda, hogy nagyon bután csak haladnak előre, nem, az oroszok megtanulták, látják azt, hogy mire képes az ukránoknak adott nyugati haditechnika, látják azt, hogy mire képes az ukránoknak adott nyugati hírszerzés, meg persze az ukrán katonáknak az ellenállása, illetve a képzettsége se rossz. Uh-huh. És ez így együtt megfontolásra kényszerítette az oroszokat, de amit kidolgoztak taktika, a maga módján sikeres. Uh-huh. Ma reggeli friss hír, hogy Oroszország pert indít a Mariupolban elfogott ukrán katonákkal szemben. A közvéleményt egy ideje persze lázban tartja, hogy a kikötővárosban elfogott védők sorsa hogy alakul, hiszen itt volt a legvéresebb, legkegyetlenebb ostrom, ugye? És így győzték le az oroszok az ukrán hadsereget, amelyben ott volt a leghírhettebb Azov ezred is, ugye a leghírhettebb egység. És hát a vádlottakat írja a Guardian, a város egyik éppen maradt épületének csarnokában fémketrecekbe zárva fogva tartják, az úgynevezett nemzetközi törvényszék elé szeretnék állítani az oroszok, ami az ENSZ illetékes hivatala szerint már önmagában is, mármint, hogy ilyen körülmények között tartják a foglyokat, ez már önmagában is háborús bűnnek számít. De a napokban, mintha azt írják a hírekben, mintha sor kerülne a tárgyalásokra. Hát igen, ez propaganda szempontból egy rendkívül jó kihasználható alkalom lesz Oroszország számára. Azt azért látni kell, ugye, hogy nem egységes volt a mariupoli védelem, tehát volt az Azov, és voltak tengerészgyalogosok, és voltak más alakulatoknak a töredékei. Tehát itt az Azovról fog szólni ez a történet. Na most, hát ugye ez nem egy fekete-fehér dolog. Az oroszoknak annyiban van igazuk, hogy az Azovhoz fűződnek háborús bűnök, uh-huh. illetve annyiban is van igazuk, hogy az Azov állományának egy része az tényleg hát legalábbis szimpatizál a nemzeti szocialista eszmékkel. Tehát ez a része igaz. De nyilván ebből csinálni fognak egy monstre propaganda pert, aminek ugye az igazságnak egy szeletét kibontják, és abszolutizálják, és ráhúzzák az egész ukrán védelemre. De mondom, azt mondani, hogy nincs ebben igazságnak, hogy ne lettek volna az ukrán szélsőségesek által elkövetett nagyon komoly bűnök, tehát ne lenne valami alapja, magja ennek, azt azért nem mondanám. Demko Attilának, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjének nagyon köszönöm az elemzést. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András. Az LMP a gazdasági versenyhivatalhoz fordul annak érdekében, hogy vizsgálják ki, a Vodafone állami felvásárlása mennyiben felel meg a piac tisztességes szabályainak. A párt mindeközben online erdőfigyelő szolgáltatást indított a tarvágások ellen. Gál Józsefet, az LMP szóvivőjét kérdezzük. Akit köszöntök a műsorban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm az hallgatókat! Azt értem, hogy az LMP miért fordul a gazdasági versenyhivatalhoz, de ha jól figyeltük a gazdasági versenyhivatal, hát mondjuk azt, hogy cégakvizíciós tevékenységét, vagy annak ellenőrzését, akkor soha nem fordult elő szerintem, hogy az olyan kormányzati terveket, amelyek monopolizált tájékoztatással, vagy az infokommunikációs piac minél nagyobb állami szerepvállalásával függnének össze, hogy azokat elkaszálja. Van értelme ennek az odafordulásnak? Mi az LMP-ben azt gondoljuk, hogy minden plusz lépésnek valahol van értelme, ha nem is a GVH fogja ezt megakadályozni, akkor talán lehet menni további fórumokra is, de fel kell emelni a hangunkat mindenképp, mert hogyha visszasüllyedünk egy apátiába, ahol azt mondjuk, hogy hát ez úgyse sikerülhet, mert a GVH eddig is így meg úgy meg amúgy, akkor már eleve egy vesztes csatában vagyunk, amikor meg akarjuk védeni a magyar közpénzt, így meg talán még van valamennyi remény rá. És miért pont a gazdáknak a 12,5 milliárd forintos asszálykárenyhítésre kiadott pénze az, ami a referencia, ugye? Mert a 715 milliárddal szemben
Igen, az LMP erre hivatkozott. Igen. Miért? Hát bármire hivatkozhattunk volna. Tehát, ez az, de miért pont erre? Bármire. Hát pont arra, mert a történetünk legnagyobb a szája közepén vagyunk éppen, amikor a Fidesz semmit nem tett meg az elmúlt 12 évben ahhoz, hogy ez ne forduljon elő. Nem a Fidesz tehet arról, hogy nem esett az eső, ezt mindenki tudja, de a Fidesz tehet arról, hogy nem tett meg semmit annak érdekében, hogy a magyar mezőgazdaság... Nem, arról, hogy nem esett az eső, arról az OMS tehet. Az OMS tehet pontosan, de ott már meg is vannak a felelősök, úgyhogy ez már le van tudva. Igen. Itt már minden rendben van, mondhatnám cinikusan, de ugye a Fidesz az elmúlt 12 évben semmit nem tett, hogy egy klímaváltozás tagadó kormány volt, és semmit nem tett meg annak érdekében, hogy ez az asszály ne történjen meg. Ezért éreztük a legfontosabbnak ezt kiemelni, de ugyanúgy mondhattuk volna azt, hogy nem Vodafont kell venni, és annak a profitjából kipótolni a pedagógus béreket, hanem ezt a pénzt azonnali pedagógus és közalkalmazotti bérfejlesztésre kell fordítani. Mondhattuk volna ezt, és sok mindent mondhattunk volna sajnos. Ugye lehet, hogy a klímaügyben a Fidesz éppenséggel annak az áldozata, ami a klímaváltozás sajátossága, hogy bármikor egyik pillanatról a másikra olyan viszonyok teremtődhetnek bárhol, amely ugye hát jelentős anyagi és emberi veszteségeket követel, mert hogy senki nincs biztonságban a környezeti változások miatt, de ugye ezt a Vodafone ügyletet, hát azt láttuk, hogy erre mozog az egész, hogy mondjam, gazdasági, állami gazdasági irányítás, hogy ez megtörténjék. Úgy, hogy az egyik szolgáltatóban már állami tulajdon van, vagy közvetve állami tulajdon, a másikkal meg stratégiai megállapodást kötött a kormány, tehát gyakorlatilag szinte leuralta az egész piacot. Pontosan, ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet a külföldi befektetőknek is, de jó üzenet a strómanoknak, meg mondanám azt, hogy a csókosoknak, és nagyon rossz üzenet azoknak a vállalkozóknak, vagy azoknak akár a kisközépvállalkozóknak is, akár a nagyobb vállalatoknak is, akik még nincsenek besatorázva Fideszhez, hogy vagy van pártkönyvecskétek, és akkor jól fog menni a munka, vagy nincs pártkönyvecskétek, és akkor az útszélén lesznek hagyva. Nézzük például, mit csináltak a katásokkal, vagy egyszerűen mi történik tényleg a közszférában. Ha jól értem, akkor az LMP, bocsánat, hogy belevágok, akkor azt az Orbán Viktori mondatot kéri számon, ami egyébként 2007-ben hangzott el, hogy elég volt, hogy egyre kevesebb jut azoknak, akik gürcölnek, gyereket nevelnek, egymásról gondoskodnak, becsülettel próbálnak fennmaradni, miközben egyre több jut a léhűtőknek, a hazudozó milliárdos szélhámosoknak, az állam védelmét élvező ügyeskedőknek. Ezt mondta Orbán Viktor 2007-ben. Pontosan, és az LMP meg erre azt mondja, hogy ugye van egy társasági adókulcs, ami 9%, de a Fidesz kormánynak az is egy nagyon nagy bűne, hogy a multiknak, akik a profitot kiviszik az országban, pluszban még olyan adókedvezményeket ad, hogy egyes becslések szerint ez a 9%-os adó, ez valójában 6%, amit ők befizetnek a büdzsébe, mert azt a 3%-ot a kormány nekik visszakompenzálja különböző kedvezményeken keresztül. Szerintük nem a multikat kellene támogatni, hanem a kisvállalkozókat, a katásokat, a középvállalatokat, azokat, akik valójában magyar vállalatok és valójában magyar embereket is foglalkoztatnak, és ugye ezért mondjuk mi, hogy a TAO-nak a felső kulcsát be kellene vezetni, egy 25%-os kulcsot a nagyvállalatokra. Van ott profit. Hát nézzük csak meg, például a MOL-nál mekkora profit keletkezett az elmúlt időszakban. Tehát, hogyha beszednénk ezeket az adókat ezektől a nagyvállalatoktól, akkor már lenne pénz például a pedagógus bérfejlesztés. Na jó, de ha jól értem, például a minimáladó kérdésében tanúsított kormányzati álláspontból, hogy nem, hogy a 25%-nak nincs esélye, a 15%-nek nem volt, tehát, hogy... Így van, pont ezért. Mert hogy ha saját zsebbe kell nyúlni, vagy a saját strómanjaiknak kellene zsebbe nyúlni, akkor az már nekik nem járja. Ha a kisvállalkozónak, a fodrásznak kell zsebbe nyúlni, akkor viszont akkor ott már nagyon-nagyon-nagyon hangosak. Térjünk át egy picit, mert van hátra nagyjából 2 perc az interjúból erre az erdővédő szolgáltatásra. Mi ennek a lényege, mert ez ugye egy online erdőfigyelő.hu oldalon indult kezdeményezés? Így van, ugye mi azért indítottuk ezt az erdővédő szolgáltatást, mert bár ugye van ez a fakivágást engedélyező rendelet, és bár született rá egy miniszteri utasítás, mi továbbra sem hiszük el, hogy ennek a történetnek itt vége van, ugyanis
várható, és nagyon félünk tőle, hogy a fakitermelések el fognak kezdődni. Minden fakitermelés, ami szeptember 30-a előtt kezdődik, az szerintünk tiltott lenne, mert ugye vegetációs időszak van, akkor nem vágunk ki fát, tehát normálisan, akkor nem vág ki fát. És ezért hoztunk létre egy oldalt, hogy ha bárki bármit lát az erdőben sétálva, ugye kezdődnek a túrázások most a magyar erdőkben, rengeteg turista fog menni körbe-körbe az országban, ha látnak valamit, akkor ezen a platformon be tudják jelenteni, és akkor mi szakértőkkel meg fogjuk vizsgálni, hogy ez egy normál működésből eredő tarvágás, vagy ez egy rendkívüli valami, és hogyha azt látjuk, hogy ez nem felel meg szerintünk a szakmai érveknek, akkor mi oda megyünk és megpróbáljuk ezt megállítani, mert meg kell állítani a magyar erdők írtását. Nem azzal lesz jobb nekünk jövőre, meg jövő után, hogy idén kiírtjuk a magyar erdők jelentős részét, vagy tarvágunk. A beszélgetés eddig tartott, csak azt gondoltam, hogy zárásképpen megkérdezem, hogy önnek van 70-es mobilja? Nincsen. Akkor, de azoknak, akiknek van, mit javasol? Cseréljék le? Bízzanak abban, hogy most Én nem szeretnék ilyen populista irányba menni. Mert én olvastam ilyen kommenteket is. Nem ezen a szinten fog eldőlni, az emberek zsebéről van szó, mindenki olyan szolgáltatónál van, ahol a magához képest a legolcsóbb tarifát tudja magának fizetni. Nem innen kellene szerintem megközelíteni ezt a kérdést. Ez egy sokkal magasabb szinten kellene lefele menni ezzel a kérdéssel. Azért is kérdeztem meg, mert ugye például a Budapest Bank átvétele után semmi jel nem utalt arra, hogy megváltoztak volna az ügyfélkezelési szokások, vagy a banknak az adatkezelési elvei. Úgyhogy ezt én fontosnak tartom, hogy azért ne menjünk el demagóg irányba. Pontosan, szerintem se kellene. Nagyon köszönöm az interjút. Köszönöm én is, viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A Vodafone megvásárlása kapcsán a Költségvetési Bizottság elnöke levélben fordult Varga Mihály pénzügyminiszterhez és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterhez. Adatokat kért a tranzakció részleteiről a miniszterektől. Hétfőn került nyilvánosságra, hogy a magyar állam közreműködik a Vodafone Magyarország hazai tulajdonba vételében. A hírek szerint a vállalatot 715 milliárd forintért adják el. A vonalban Vajda Zoltán, a Költségvetési Bizottság MSZP-s elnöke. Jó reggelt kívánok Vajda Zoltánnak! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek és önnek is! Én ott folytatom, ahol az LMP-s Gál Józseffel abba hagytam, hogy önnek van 70-es mobilja? Van, igen, a kislányomnak például 70-es mobilja van, és gondolom azt kérdezi, hogy most akkor fel fogjuk-e mondani, vagy megváltoztatjuk-e. Hát ezt nem tudom, de az a kifejezés most megint a fejemben van, amikor valamikor olyan korszakot éltünk, amikor arról beszéltünk időnként, hogy ne haragudj, ez nem telefontéma. Lehet, hogy ez megint ez a korszak jön, bár nem tudom. Amúgy egyébként, amióta kiderült, hogy újságírókat, akik különböző hát nyári időpontokban a tengereken fotókat készítettek, lehallgattak bizonyos kémszoftverekkel, azóta én telefonon nem beszélek meg olyan kérdést. Uh-huh. Ja, meg ügyvédeket, ugye? Meg ügyvédeket, de nem úgy, hogy konkrét ügyekben, hanem azoktól teljesen függetlenül. Csak úgy általában. Ja, általában, igen. Szóval, hogy tehát ez ugye nem kapcsolódik a Vodafone eladásához, hanem ez úgy a jelen helyzetben a rendszerváltás után 30 akárhány év. Így jellemző. De nem is ezt akartam kérdezni, mert az MSZP-nek egy nagyon vicces közleményét olvastam a minap, és ez a költségvetéssel összefügg amúgy, azért vettem fel, nevezetesen, hogy vajon megbüntették-e, és visszatérünk mindjárt Vodafone-ra. Megbüntették-e azokat, akik nem tudták előre látni, hogy jövőre mennyi lesz az infláció, mert ugye 5,5-ön áll a jövőre tervezett infláció, ami nem egy hónapos adat, hanem egy egész éves adat. És hogy egyébként az euró, amit beterveztek a költségvetésbe, hát nemhogy 400 felett lenne, hanem... Tehát az idei költségvetést a fideszes kormány 361 forintos árfolyammal tervezte. Így van. A jövő évit pedig 377 forintossal, és valóban ebben a közleményben mit éppen csak azt kérdezzük. Az ember időnként kínjában viccelődik, amikor nagyon nagy baj van, akkor szerintem egy picit a vicc is talán segített ezt átvészelni, és valóban talán kicsit vicces. Azt kérdeztük, hogy az OMS vezetőit kirúgták azért, mert nem jól jósolták meg a 20-ai időjárás estére, akkor vajon a fél
kormány már távozik-e, hiszen nem nagyon sikerült mondjuk a 361 forintos idei euró árfolyamot eltalálni. Most éppen néztem, most már 414, majdnem 415 forint a dollár. Csak jelzem igen, most már. Tegnap még 413 volt a dollár, most már 400. Hát az a tegnap. Igen. Jó, de ugye az OMS-nél nem az történt, hogy nem jól jósolták meg, hogy mi várható, hanem azt mondták, hogy 90%-os valószínűséggel ez várható. Tehát nem azt mondták, hogy 100%, hogy ez lesz. Természetesen, azt hiszem, hogy ez nem az én szaktárban jó, tehát nem vagyok időjól, bár persze, de a költségvetésnél nem ez van, mert azt tudjuk, hogy ugye előre kell megmondani a jövő évi várható folyamatokat, de már most látszik, hogy az biztos, hogy nem lesz úgy. Tehát az annak nulla a valószínűség, ami bele van írva. És hány olyan egyéb kormányzati dolgot tudunk mondani, ahol hát marig vagy szerintem tudatosan más mondanak, mint a valóság. Az OMS vezetői pedig egy 1%-os értéket mondtak, és egy kisebb 1%-kal becsült dolog jött be, ha igen, jól értem. Igen. De ha nem haragszik, és nem akarom önhelyet szerkeszteni, de nem szabad az, hogy ez elfedje a valós problémát. Én nem vagyok annak a híve, hogy azt gondolom, hogy ilyen fedő történeteket kreál a kormány, hogy valami gumicsontként azon rágódjunk, és a nagyobb dolgokat ne törődjünk, de én tényleg azt gondolom, hogy az OMS vezetőinek a kirúgása természetesen botrányos, de nem szabad, hogy elfedje azt, hogy a Vodafone körül mit művelnek, ami tényleg azt gondolom, hogy elképzelhetett bűn, amit most tesznek. Szoktuk azt ellenzék igen sokszor mondani ilyen szófordulatként, hogy nem tudjuk, hogy mit művel most a Fidesz. Ez sokszor csak ilyen szófordulatként mondjuk. Én most őszintén mondom ennek a legőszintébben, hogy tényleg nem tudom, hogy mit művel a Fidesz. Tehát a saját logikájukban sem tudom, hogy ezt a Vodafone megvételt miért így, miért most, és miért ebben a konstrukcióban teszik. Őszintén mondom, hogy a saját logikájukat sem értem most már. Hát talán azért, mert amit mondtam, hogy egy szolgáltatóban már benn van az állam, a másik a stratégiai partner, és most szerzi meg a harmadikat, tehát hogy valószínűleg azért, mert kell az információ és a döntési potenciál, vagy kompetencia. Hát, hogyha egy propaganda vagy a Rogán Antali logikával nézzük, és akkor ugye azt is lehet mondani, hogy a kábel TV szolgáltatót ugye tulajdonolja a Vodafone, és akkor ezzel mondjuk a kábel TV-t is valamilyen módon irányítani tudja, hogy mikor melyik csatornát és hogyan lehet nézni. Tehát, hogyha ilyen logikát nézzünk, akkor lehet, hogy van benne logika, csak én szeretnék azért valamelyikre racionális más logikákat is nézni. Pénzügyi szempontból, költségvetés szempontjából egy drámai válságnak alatt, közepette, előszeli, amikor éppen tényleg nagyon komoly megszorításokat tettek a költségvetésben, különadókat vezettek be, a katát megszüntették a rezsicsökkentést, hagyd ne soroljam, és úgy tűnt, hogy a fiskálisan a költségvetés szempontjából tényleg komoly megszorításokat tesznek, utána hogy találnak egyszer csak több százmilliárdos tételt, mondjuk összemérhetjük azzal a számmal, amit ők a pedagógusok béremelésére mondják azt, hogy Brüsszeltől, olyan ők mondják, Brüsszeltől várnak, hogy van erre több százmilliárdos tétel, mindez egyébként az uniós tárgyalás soknak a legkritikusabb időszakában. Őszintén mondom, nem látom, hogy mi az a logikájuk ebben ilyen szempontból. Most azzal nyugtattak a szerkesztők, hogy már van egy perc, de az egy perccel ezelőtt volt. És én így fejtettem meg, hogy mi ennek az intézkedésnek az értelme. Igen? Eddig kevés adón láttuk a van egy perce rovatot. Ja, nem? Hát hogyha, igen, hát akkor lehet, hogy ez. Látja? Igen, igen. Tényleg nekem is vannak ilyen fantáziám. A 1984-ben van ugye az a beszélő kép, ami mondja a nagy testvérnek az üzeneteit. Valóban, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy árat fog ezért fizetni, és nem a kormány fizet ezért nagy árat, hanem a mi szeretett hazánk, mert nem a kormánynak a pénzéről, és nem a kormányról van szó, hanem a hazánkról van szó. Beszéltünk az euró árfolyamról, de ugye sokan tudják, hogy leminősítés határán vagyunk, ugye az S&P múlt hét előtti pénteken már arról beszélt, hogy leminősíthet, elszáll az infláció, nem mondom talán a dolgokat, tényleg nagyon-nagyon nagy árat fizethetünk ezért sajnos mindnyájan. Hát akkor reménykedjünk a GVH kemény, hatékony intézkedés, ez egy helyeslésnek vélem. Vagy... Igen, amelyik nem intézkedhet, ugye, mert valamilyen okból, bocsánat, meg még egy példát, valamilyen okból nemzetgazdasági, vagy nemzetstratégiai jelentőség, én nem is tudom, hogy az a kifejezés, minősítették, ha nekem valaki megmondja, hogy ez miért az, akkor meglátjuk, egyébként ezt is megkérdeztem a két minisztertől, kíváncsian várom a válaszokat. Hát, mint az remélhetőleg elkészülő Fudan Egyetem, az is kiemelt nemzetgazdasági fontos beruházás, ez is az volt. Nekem
nekem az a tapasztalatom, hogy azokat minősítik egyébként ilyenek, ahol valami susmus van. Tehát szinte nekem már akkor jelez a zászló, hogyha úgy érzi, hogy valami susmus van, és ezért ki akarják venni abból a körből, hogy ezt lehessen normális módon vizsgálni, akkor egy ilyen kiemelt nemzetgazdasági jelzőt tesznek rá, mint amit ön mondott példaként, vagy ezt is, hát meglátjuk. Vajda Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, beszélgetünk, szép napot mindenkinek. Minden jót. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. 5 napon keresztül szünetel a Tatabányai Szent Borbála kórházban a szülészeti nőgyógyászati ellátás. Az intézmény erről az előző hétvégén adott tájékoztatást közösségi oldalán. Írja a Magyar Hang. A cikk szerint a betegek, valamint a szülőnők a győri és a székesfehérvári megyei kórház szülészeti nőgyógyászati osztályait kereshetik fel. A DK azonnali beavatkozást követel a kormánytól. A vonalban Komáromi Zoltán, a DK egészségpolitikusa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval én nem tudom, hogy ugye ezt satszolni lehetette, hogy ez bekövetkezik. Mármint, hogy egy ilyen Tatabánya nagyságú ellátási körzetét tekintve sokkal nagyobb körzetű kórházban 4 napra szünetel a szülészetnőgyógyászat. Szóval, hogy erre lehetette számítani, vagy pedig ez derültékből villámcsapás? Én úgy gondolom, hogy egy kórház menedzsmentjének tudomásul kell bírnia arról, hogy hány szakorvos van az adott osztályon, hány szülésznő, hány szakdolgozó, tudomással kell lenni arról, hogy ők milyen esetleg betegség, vagy valami miatt nem tudnak dolgozni, vagy ki kell adni a nyári szabadságokat, és mondjuk lehet előre intézkedni valami módon, de az, hogy 18-án csütörtökön 13:30-kor a Facebook profiljára a kórháznak kiírják, hogy 19-én, 21, 22, 23, 24-én nincs szülészeti ellátás 15 óra után, ez egyszerűen tényleg ilyen nonsens, egy ilyen szürreális műbe való történet. És hát ugye MNE ott van a Nemzeti Népegészségügyi Központ, aki ugye ilyenkor intézkedésre jogosult és kötelezett, és hát ott van ugye az a két kórház, megyei kórházakról van szó, tehát ez nem egy kisvárosi kórházban van most probléma, egy megyei kórházról beszélünk, ami ugye 40-50 kilométerre van Tatabányától, és például nem láttam az intézkedések között azt, hogy a mentőszolgálatot megerősítették-e valamennyivel, mert azért valakinek el is kell vinni ezeket a kismamákat, ahol beindul a szülés, és ugye itt mindig a biztonságra kell törekedni. Mondjuk én valahol olvastam egyébként, hogy azok, akik ellátásra szorulnak, azok befáradhatnak a kórházba, és onnan a mentők átviszik. Szükség esetén kell egy plusz mentőautó, mert az a mentőautó másfél óráig hiányozni fog Tatabánya ellátásából. Aha, hétvégén reggel 7 órától, másnap 7 óráig, hétköznap 15 órától kereshetik fel ez ügyben a kórházat. Tehát ezt lehet olvasni a közleményekben vagy a cikkekben. De nem arról van szó, hogy egy kartörés után megy valaki kontrollvizsgálatra, és hát egy órával többet ül a folyosón. Ha beindul egy szülés, és ne adj Isten, valamilyen probléma történik, elakad a baba a szülőutakban, vagy egy olyan vérzés történik, aminek az ellátása azonnali beavatkozást igényel, egy megyei kórház egyből a szempontból legalább mentsége, hogy mivel nincsenek meg a tárgyi személyi feltételek az ilyen típusú ellátáshoz, megpróbál egy intézkedést kérni, hogy legalább ilyenkor legyen valamilyen mentség. Na de ezt nem csütörtökön délután jelentem be, és nem ilyen módon oldom meg. Tehát egyszerűen itt a dilettantizmus van, és legalább a kórházban volt annyi becsület, hogy nem azt mondta, hogy festés miatt most lezárjuk a szülészetet, mint ahogy egy másik kórházban csinálják, most már 3. hónapja festik a egyik osztályt, éppen mondták a többiek, akik átvették a feladatukat, hogy valószínű freskókat festenek a kórtermek és a műtő falára. Tehát ezek is minden héten, tehát Szolnokon volt ezelőtt egy hónap vagy másfél hónappal, Szegedi urológiai
urológiai klinikán megszűnt, Kecskeméten, megyei kórházban megszűnt az urológia, és egymás után jönnek ezek a hírek, Budapesten az Uzsokiban megszűnt a szülészeti ellátás, Szolnokon a koraszülött ellátás, tehát ezt nem lehet megengedni egy országba, ahogy az egészségügy így működjön. Az az érdekes, hogy mondjuk lehet, hogy amikor ön ezeket elmondja, ezeket az észrevételeit, azt mondják, hogy hát persze, politikai alapon lehet támadni a kórházi rendszer, de itt van egy tegnapi interjú, amelyet Danu Anna tett közzé a Népszaván, nem tudom, biztos olvast. Dózsa Csabával, hogy van. Pontosan leírja a Dózsa Csaba, az egyik legismertebb magyar egészségügyi közgazdász, hogy minél tovább húzzuk, halasztjuk, annál nagyobb lesz a probléma, és eljutottunk arra a pontra, hogy lassan beteg érdek sérelem nélkül nem lehet még átszervezni se az egészségügyet. Tehát 12 évig hagyták lerohadni az egészségügyet, nem volt fontos a kormányzat számára, hogy az egészségügy működőképes legyen. Egy-két szépségtapaszt tettek rá, attól azt hitték, hogy majd működőképes lesz, nem lett az. Átszervezték, nem lett az. Viszont most már valamit csinálni kellene, mert hogyha megyei kórházaknál jelentkeznek a problémák, abból szörnyű dolgok lesznek, ugyanis a városi kórházak arra épülnek, hogyha valami bajban vannak, akkor a tőlük 50 kilométerre vagy 40-re levő megyei kórház majd segít rajtuk. Ez volt a súlyponti kórház elméletnek a háttere, nem? Tehát mindenképpen így kell, igen. Ugyanis ezeket a speciális szolgáltatásokat, itt érsebészet, vagy például egy ilyen atóniás vérzés, ami egy szülésnél bejöhet, azt nem lehet minden városi kórházban biztosítani. Pontosan ezért kellenek a megyei kórházak, ahol január 1-től december 31-ig 40 szakmába minden pillanatban hely tudnak állni, mert ez adja a biztonságot a városi kórházak mögött. Hogyha valahogy baj van, akkor van mögöttük egy anyaintézmény. Ezt egészíti ki az interjúban Dózsa Csaba, aki azt mondja, hogy nincs hová hátrálni, a betegek érdeksérelme nélkül már nem lehet intézményt vagy kisebb ellátóhelyet bezárni. Ugye azt mondja, hogy 15-20 év alatt, ha visszaszámolunk, akkor megtörtént a racionalizálás. A 150 aktív ellátó kórházban mostanra 78-80 megmaradt, és ennek egy célja volt, hogy hatékonyabbá váljon a rendszer, illetve hogy a forrás kivonásnak legyen valami szakmai ellentételezése. De azt mondja, hogy eddig tartott, tehát innentől kezdve nem lehet ezt csinálni. Így van, ugyanis azzal, hogy a kormányzat elodázta az egészségügyi szakdolgozók 50%-os béremelését, gyakorlatilag egy olyan lavinát indított. Nagyon sok helyen orvos még van, szakorvos még van, nyugdíjas vissza lehet hívni, nincs szakdolgozó, nincs nővér, nincs speciális képesítésű nővér, mondjuk intenzív, vagy műtősnő, vagy akár mentő szakápoló, aki bizonyos licenszekkel rendelkezik. Világos, Zoltán, értjük. És egyszerűen nem lehet így működni. És gondoljunk bele, hogyha egy szakmát mindenhol, tehát a 80 kórházba működtetni akarok január 1-től december 31-ig, ahhoz 6 orvos kell, hogy folyamatos legyen. Szorozzuk be, és van olyan szakma, ahol nincs 480 szakorvos, aki el tudná ezt a szakmát látni. Ezért kell centralizálni, de most már lassan erre sincs elég szakember. Komáromi Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm, hogy hívtak, viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András. Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, hölgyeim és uraim, és mindenkinek szép napot, akik ilyenekké szeretnének válni. Hát a következő órában velünk lesz a rezsicsökkentés földgáz vonatkozásai tekintetében egy jogász, aztán beszélünk a vegyipari drágulásról, és az iskola őrök hiányzó számáról is, a PDS, vagy a pedagógusok szakszervezetének alelnökével, aki egyébként már mindjárt itt van a vonalban, és aztán végül a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciának sajtófőnöke is az önköltséges kollégiumi férőhelyek számáról, amely hát egyre kevésbé áll rendelkezésre. Szóval kezdünk is. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
Ősztől 100 új iskola őrre lenne szükség az országban, de enélkül is hiány van belőlük. Az állomány feltöltöttsége 79%-os, publikálta a HVG. Az eddigi két tanév mérlege csak nem 500 intézkedés. Az iskolaőrség szükségességéről Gosztonyi Gábort, a pedagógusok szakszervezetének alelnökét kérdezzük. Alelnök úr, köszöntöm. Jó reggelt kívánok. Igen, az csak véletlen volt, hogy PDS-eztem, ne vegye rossz néven, jó? Semmi gond, a PS mond, és akkor az úgy, legalább az az egybetű. Az igen, de én ezt sose keverem össze, csak úgy néz ki, hogy gyorsan túl akartam lenni a beköszönésen, és ennek vannak hátrányai. Hamar munka ritkán jó. Ősztől 100 új iskola őrre lenne szükség, és nem forog a nyelvem se. Az állomány feltöltöttsége 79%, ezt lehet olvasni a szakcikkekben. Mit lehetne tenni? Mert ugye itt valószínűleg arról van szó, hogy ez a 270 ezres fizetés szemben mondjuk a 400 ezeres határőri szolgálattal, az valószínűleg meghatározza a szándékokat, hogy ki megy iskolaőrnek. Hát igen, először is ugye a kormányzatnak sikerült egy olyan álláshelyet kreálnia az oktatás rendszerében, ami ugyanolyan hiánnyal küzd, mint egyébként a teljes oktatási rendszerben dolgozók munkaerő hiánya, tehát azt gondolom, hogy ezzel olyan nagyot nem lőtt mellé. Ki szerint hiányzik 100 újabb 100 iskolaőr? Tehát nem tudjuk ezt, hogy kik jelezték. Az intézményeknek szóltak, hogy ők akarnak, mert ilyen híreket azért hallunk, vagy tényleg hiányoznak, nem tudjuk. Mindenesetre mi a kezdetek kezdetétől fogva mondjuk egyébként nem csak szakszervezetek, hanem a szakemberek, hogy nem ez a probléma megoldása. Erőszakot erőszak mutatásával nem lehet megoldani, maximum elfolytani. Ezt úgy lehet elképzelni, mint egy vulkánt, ha én ezt egy kitörlőt készülő vulkánt fölülről lezárok, valahol az a felszínre fog törni. Tehát biztos, hogy nem ez a jó irány. Ezt a pénzt, amit egyébként az iskolaiokra költ a kormányzat, ezt olyan erőszakmentes iskola és egyéb más ilyen programokra kellene költeni, ahol szakemberek valódi problémakezelést nyújtanak, és nem itt a felszín kapargatják. Alelnök úr, elképzeltem most ezt a szakmai egyeztetést, amikor ön vagy az ön elnöke ül szemben Pintér Sándorral, és előadja ezt az erőszakmentes iskola programot, és az egyébként a karakteréről híres Pintér Sándor egy fél mosollyal nyugtázza ezt, és akkor azt mondja, hogy rendnek kell lenni, mert rendnek kell lenni. Ez így van, hát azért mondom, hogy ez a kormányzati hozzáállás, ők továbbra is mindent erőből akarnak megoldani, ez azonban, még egyszer mondom, nem a probléma gyökereit kezeli, és nem a problémát fogja megszüntetni, hanem egész egyszerűen vagy más szintére teszi át az iskolában jelentkező problémát, hiszen azt tudjuk, hogy az iskola meg csak az iskola területén belül van jogköre bármilyen erőszakkal szemben fellépni. Hallottunk az elmúlt években is olyan eseteket, hogy már a buszmegállóban, vagy az iskolába menet, vagy iskolából hazamenet ér atrocitás akár pedagógust, akár diákot, de beszélhetünk itt ugye mondjuk az online térben a bullying jelenségről, amire aztán végképp semmi ráhatása nincsen, nem hogy az iskolarendőrségnek, de jelenleg még a kormányzatnak sem. Csak magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy mit jelent a bullying. Hát ez az internetes zaklatás, tehát a különböző közösségi platformokon az a fajta kipécézése egy-egy diáknak, vagy akár pedagógusnak, bár erről még azért hál' Istennek híreket nem hallottunk, hogy pedagógust tettek volna ilyen szinten tönkre, de mondjuk a diákok egymás között igen kegyetlen dolgokat tudnak művelni. Nem csak Magyarországon hozzáteszem, ez világjelenség, és hát ennek is azért megvannak azok a tragikus következményei, ami sajnos egyébként egy-két éve már Magyarországon is előfordult. Mielőtt a tantermi fűtésről beszélnénk, azért ezt nem tudom figyelmen kívül hagyni, az online terében Somogy megyei hírportál tudja, most már Vármegyei hírportál, azt mondja, hogy rendet vágnál a nebulók között? Jelentkezz iskolaőrnek, itt a lehetőség, hogy tegyél valamit a jövő nemzedékért. Azért ez nagyon kemény. Ez nem kemény, ez teljesen felháborító és cínikus. Tehát ezt, ha én szülő lennék és ezt olvasnám, szülőként kikérem magamnak, mert egyébként van még gyermekem, tehát szülő is vagyok, de én azt gondolom, hogy ez mindent elárul arról a cinikus gondolkodásmódról és aljas gondolkodásmódról, ami ezt az egész témát így politikai szinten körbe veszi.
Maruzsa Zoltán azt mondja, hogy nem csak 20 fok lehet, teljesen normális fűtésre készülünk az iskolában. Ugye így ütött el azt a felháborodást, amely az új megjelent kormányrendelet kapcsán kitört nevezetesen, hogy a minimum hőmérsékletet egyfajta optimumként állítaná be előírásként a kormány. Ön hogy fogadta ezt a hírt, megnyugvással? Ez még hál' Istennek tényleg nem rendelet. Ez egész egyszerűen egy kérdésre adott írásbeli válasz, amit egyébként Maruzsa Zoltán helyettesének, Kisfodi László helyettes államtitkárnak tulajdonítanak. És azért nem lehet ezt így letagadni, mert az összes hírportál, aki lehozta ezt a választ, ezt idézőjelbe tette azt a mondatot, amit egyébként meg nem történté próbált tenni az oktatási kormányzat. Mindenesetre azt tény, bocsánat, hogy... Bocsánat, hogy a rendeletet mondta, a rendelet tervezetet vagy ötletet akartam mondani. Igen, hát ötletként ez teljesen elfogadhatatlan. Ugye a munkavédelmi jogszabályokban az van benne, hogy szellemi munkánál, már pedig remélem, hogy azért ezt még mindig szellemi munkának tartják az iskolában való foglalatosságot, mind a pedagógusok, mind a diákok részéről. Tehát az van, hogy ott a hideg időben 20-22 fokot kell biztosítani. Tehát az ez jogszabály egyébként. Ez jogszabály. Igen. Tehát itt a minimumot beállítani optimumnak, illetve jónak, hát ez sok mindenhez vezet, de valószínűleg nem eredményhez. Hát, ha meg tüzelünk, akkor tüzeljük. Tehát az egyik kollégám mondta nagyon találóan, hogy nagyon jó ez a fatüzelésű kályhák bevezetése, mert legalább a semmire nem használható egyen tankönyveket ott hasznosítani lehet. Hát, azért ez se nélkülözi a cinizmust vagy az iróniát, de mindegy, mert hogy értjük. Gosztonyi Gábornak, a pedagógusok szakszervezete alelnökének köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást, minden jót, viszonthallásra. Viszonthallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Módosította a kormány a rezsicsökkentés szabályait, jelentette be Gulyás Gergely a tegnapi kormányinfón. A miniszter ismertette, hogy erre a rosszabb fűtőértékkel rendelkező gázfogyasztó háztartások érdekében volt szükség. Hozzátette, Magyarországon biztosított az energiaellátás, és folyamatosan tárgyalnak a stratégiai tartalékok bővítéséről is. A friss rezsimódosítás jelentőségéről Tóth Máté energiajogászt kérdezzük. Jó reggelt kívánok, kollega úr! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Az a helyzet, hogy sokan felvetik, hogy az új fűtőértéket meghatározó, azon emelő jogi szabályozás nyílt beismerése annak, hogy rossz fűtőértékű gázt kaptak a lakosok. Ez így van? Hát nyilván van egy logikai megközelítés, logikailag ez helyes, meg egy érzelmi, inkább azért itt az érzelmi töltés a lényeges, mert hogy valóban nyilvánvaló módon a fűtőérték problémáját kívánja kezelni ez a jogszabálymódosítás, de ez nem azt jelenti, hogy valakinek használhatatlan földgáz jön. Azért az alapkiindulás az, hogy ugye egy köbméter földgáz, azért köbméterről beszél, lünk általában, mert a mérőnk, ha megnézzük, ugye otthon ugye köbméterbe mér, egy köbméter földgáz az nagyjából 34 megazsúl energiát jelent, viszont ebbe eleve van egy ingadozás. Tehát hogyha településenként megkérdezzük a szolgáltatónkat, akkor Kiskunfélegyházán, Nyíklátházán vagy Budapesten nem ugyanannyi lesz, ez a 34 megazsúl, ez lehet 32 és 35 is, praktikusan ez ilyen 33-34 között szór Magyarországon. Ami eleve egy adottság. Uh-huh. Viszont onnantól, hogy, és ugye ez a törekvésünk egész Európában, tehát ezen nincs mit meglepődni Magyarországnak is, hogy diverzifikáljuk a földgáz forrásainkat, onnantól, hogy több helyről jön a földgáz, nem egyetlen egy beszerzési forrásból, ugye ez nagyobb lesz ez az amplitúdó, tehát lényegesen nagyobb szórás. Például amit várunk ugye Nyugat-Európában megváltóként a cseppfolyós földgáz, annak lényegesen rosszabb a fűtértéke. Tehát igen, valóban fűtérték problémákat kezel ezzel a jogszabály módosítás, viszont ezek nem olyan fűtérték változások, amik mögött valami nagyon negatív tendenciát kellene keresni. Egyszerűen szorszerű és szükségszerű a diverzifikált beszerzése. Nálunk ugye 14%-a a földgáz felhasználásunknak az eleve hazai termelés, és most uh-huh. még Nyíkpusztánál és több helyen ugye a Békési medencében most új kutak állnak termelésbe, nem lesz azonos
a fűtőérték mindenhol és mindig. Ez a jövőben különösen így lesz, hát inkább a következő fűtési szezonra izgalmas ez. Ezért jó az mindannyiunknak garanciálisan, hogyha ezt a pici szórást, tehát ezt a 34 megazsúl körül hullámzó minőségi szórást, ezt ilyen módon kezelik és kepelik be tulajdonképpen a jogszabályba, hogy egy köbméter földgáz az ne jelentsen valahol kevesebb fűtőértéket, és a végén ez az 1729 köbméteres rezsi mennyiség, garantált mennyiség ne kerüljön valahol veszélybe, mert ugye a molekula az attól függ, hogy merre megy, más fűtőértéket ugye képvisel. Mi jogászok általában a szabályozási célt tekintjük, ugye, amikor kiindulunk abból, hogy a változás iránya micsoda. De azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy én egy olyan műsort is csinálok az ATV-n, ahol nagyon sok véleménnyel találkozom a gáz fűtőértékével kapcsolatban. És valójában, most idézek egyet, jó? A hétvégén főztem két gáztűzhelyen, takarékon megállt a leves, fullgázon pedig 20 perc alatt főtt meg a tészta. Amiből az a következtetés adódik, hogy érezhetően rosszabb a gáz fűtőértéke. Meg lehet-e azt mondani, hogy ezeknek a népajkán élő elméleteknek van-e háttere? Másrészt, hogy az a gáz, ami innen vagy onnan jön, az miért gyengébb? Több paraméteren múlik azért, hogy nekünk végfelhasználóknak aztán pontosan mennyi idő alatt fő meg a leves, ugye ugyanilyen fontos a nyomás, ugye a kompresszorállomások állapota, egy rakás műszaki paraméter van, ezek közül egyik a fűtőérték. De az összes paraméterre igaz, hogy ezt állandóan monitorozzák, mind a beszerzett kereskedelmi földgázmennyiség tekintetében már maguk a szerződések rögzítik azokat a paramétereket, amin belül. Ugyanolyan ez, mint más termékeknél, ugye ez a kellékszavatosság, hogy mik azok a szavatossági paraméterek. Amikor a csoki minősége bár lila papírban van, a határ túloldalán jobb vagy rosszabb. Ez nem nyert bizonyítást amúgy, igen, de ez igen, az elmélet, abszolút. Ez tartotta magát. Hát meg az, hogy igen. Nyomokba tartalmaz-e ugye mogyorót, gallyat, mókust, ez ugyanez a logika, viszont nyilván azért a gáz az húsba vágóbb, persze, talán mint a táblacsoki, úgyhogy teljesen érthetők az ilyen aggodalmat, viszont az összes ilyen paraméter fölött őrködik, ugye a földgáz szállító, aki a szállítói rendszer üzemeltető a rendszer csúcsán, az energiahivatal, aki ugye a hatóság, tehát ezeket a minőségi paramétereket azért egy ponton túl nem lehet tudják átlépni, ezek fölött törködnek, tehát nagyon-nagyon nagy különbségek, és főleg a fűtőértékre igaz ez, azért nem tudnak lenni. Tehát azért is mondtam ezt a példát, hogy egy köbméter az nagyjából 34 megazsúl körül szór, de mondjuk 32 és 35 ez a teljes tartomány, hogy azért őrületesen nagy különbségnek nem szabad lennie, tehát ahol ilyen panasz van, ott én azért is hívnám ki a gázszerelőt, mert ott lehet, hogy valami egyéb probléma lépett föl. Hogy miért van a fűtőértékben különbség, az tényleg egyszerűen abból adódik, hogy ugye eltérő földgáz lelőhelyekről, eltérő, most már ugye szállítási módban is van különbség, hogy mit hoznak szállítóvezetéken, nem szállítóvezetéken, eltérő szállítási utakon érkező földgáz tekintetében, de teljesen hát nő ez a egyre nagyobb, tehát egyre több csoki van a boltban a polcon, egyre nagyobb a különbség a csokik közt. Ebből adódik igazából az a paraméter, viszont ha a jogszabály céljára térünk ki, amit igen, pedig ugye igen, mondtál a kérdés igen, elején, ugye mi a teleológiája. Itt igazából a jogszabály nem biztos, hogy vannak rossz jogszabályok, ezt nem feltétlenül tartanám annak, ezt a 259/2002-t, ugye ez jött ki július 21-én, mert eredetileg is azt mondta, hogy 1729 köbméter per év ez a rezsicsökkentett mennyiség felhasználási helyeken, ami 59.000, ha jól emlékszem, 132 megazsúl. Így van, megazsúl. És ez viszont az átlag volt. Tehát ami hogyha 34 megazsúl egy köbméter, akkor jó, de hogyha 33,2 már csak, akkor már valakit érhet sérelem, nyilván én is felháborodnék, mindig aki a tornasor végén állt, azért az fel volt háborodva, kétszerezve kellett szedni a lépéseit, abszolút, a többiekhez képest. Ugyanez, tehát hogyha én lennék az, aki
emiatt el kell, hogy kezdjen lakossági piaci árat fizetni, mert pont át esek. Na hát ez az a jogos sérelem, amit most annyiban módosít a jogalkotó, hogy ugye ezt az átlag fűtértéket, az 59.132-t emeli meg úgy, hogy mindig ki kell, hogy jöjjön az 1729 köbméter. De erre a minőségi aggodalomra, amit mondasz, hogy akkor van, ahol meg se fő a leves, meg hogy akkorák a minőségi különbségek, hogy most erre érdemes-e odafigyelni, azért ugye az arány látszik, hogy az 59 ezer helyett lett 62, vagy valami ilyesmi az emelés mértéke. 63-645. Tehát látszik, hogy hát ugye nem véletlen lettem jogász, nem tanultam tovább. Tehát ez, ha kimatekozzuk, akkor nem egy olyan őrületesen nagy százalék. Na ez az amplitúdó, és a maximum az amplitúdónak, ami jelenleg az FGS, az Energiahivatal, nem hogy jelenlegi számításai szerint, tehát a jelenlegi fűtérték különbségek, hanem a jövőbeli, amikor diverzifikáltabb lesz a portfólió, amikor várhatóan új, jelenleg Magyarországon meg se jelenő földgázforrások bekerülnek ebbe a fogyasztói kosárba, akkor ezeknek a maximuma lehet a különbségben. És azért ez nem 30, meg nem 50%, hanem nem tudom, 5. Nagyon köszönöm, kedves kollega úr, hogy beszéltünk erről, és mivel nagyon kevés jogász ért a gáz joghoz, ezért azt gondolom, hogy akár egy kávé mellett folytathatjuk is. Köszönöm szépen. Nagy örömmel, köszönöm szépen. Köszönöm, minden jó, szia. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A vegyipar bár jól viselte a koronavírus járványt, a földgázárak növekedése egyes alágazatait, elsősorban a műtrágyagyártást lehetetlen helyzetbe hozhatja, írta a növekedés.hu. Nyugaton már több gyárat leállítottak, hogy milyen kilátásai vannak az ágazatnak. Arról Szabó Csabát, a Magyar Vegyipari Szövetség igazgatóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát az a kérdés, hogy a ugye mi az oka annak, hogy ezt az ágazatot a pandémiás időszak nem viseli meg, sőt, ha jól figyeltem a cikkeket, akkor jól jön ki belőle. Ez miért van? Hát ez talán azért van, mert a vegyipar, illetve a vegyipar termékei, magánkban a vegyiparból származó termékek, azok életünknek minden egyes szegmensében ott vannak, mindenhol jelen vannak. Gondoljunk csak bele, a vegyipar termékei adják a gyógyszereket, a vegyipar termékei adják a fertőtlenítő tisztítószereket, és a pandémia idején ezeknek az értékesítése, illetve a forgalma az jelentősen megnövekedett. Hát igen, még a szeszfőzők is átálltak fertőtlenítőszerre. Így van, akkora volt a piaci igény, hogy átálltak. Tehát ennek az egyensúlya, illetve a vegyiparral kapcsolatos iparágaknak a viszonylagos kevéssé kitettsége a pandémiás járvány miatt, ez vezetett oda, hogy a vegyipar alapvetően nem érezte meg olyan mértékben a pandémiás hatásokat, illetve hogy ez egy termelő üzletág, ami a napjaink minden egyes anyagában, minden egyes termékében megjelenik, ezért ezektől az emberek nem fordultak el. Azt a növekedés.hu-nak adott interjújában már előrevetítette, hogy ugye a 2018-19-es év az nem volt ugyan különösebben erős, de ha viszonyítunk egy 10 évvel korábbi időszakhoz, akkor körülbelül 40%-kal magasabb szinten mozog, ugye, mint 15 évvel korábban. Így van, ez a magyar vegyiparnak a száma. A magyar vegyipar tulajdonképpen kisebb-nagyobb zökkenőket leszámítva, gondolok itt a 2008-as válság idejére. Voltak olyan évek, amikor csökkent, de összességében egy folyamatosan növekvő pályán van a 2000-es évek elejétől kezdődően. Ennek semmi más oka nincs, mint hogy a világ, illetve a világnak a fejlődése, gondolok itt például a műanyagoknak az elterjedésére és egyre intenzívebb elterjedésére, ez igényli a vegyiparnak a termékeit. Gondoljunk csak a kommunikációs forradalomra az elmúlt 20 évben. A kezemben lévő mobiltelefonnak körülbelül 70-75%-a a vegyipar termékeiből, illetve alapanyagaiból épül fel. Világos, ugye mikor mi tanultunk földrajzot, akkor azt mondták, hogy a magyar vegyipar egyébként egy olyan exportképes termék, amelyre érdemes alapozni, vagy abba érdemes befektetni. Persze ezt nem így mondták akkor a 80-as években, mert ez a befektetés szó, ez nem volt
egy kurrens kifejezés. De mit lehet arról tudni, hogy, hogy mennyire exportképes a kibocsájtott termékskála? Abszolút exportképes. A magyar vegyiparnak a kibocsátása körülbelül egyharmadában talál piacot itthon, és kétharmadában jellemzően külföldön, döntő többségében az Európai Unió piacain helyezi el a magyar vegyipar a termékét. Ráadásul a 2021-es évben a feldolgozóipari kibocsátáson belül növelte is a részarányát, pontosan annak köszönhetően, hogy a Covid-járvány kevésbé érintette a vegyipart, mint a többi iparágat. Ugye mindenki össze szokta kapcsolni a műtrágya kérdést, hát nem csak napjainkban, de mondjuk egy két hónappal ezelőtt, ugye, hogy kevés a műtrágya a vegyipar teljesítményével. Mit lehet erről mondani, hogy, hogy ezt mennyire érinti az elmúlt időszak hát globális jelenségei, vagy negatív hatásai? A műtrágyaipar kitüntetett szerepet játszik. A jelenlegi energiaválság, illetve az ahhoz kapcsolódó kőolaj, illetve gázár emelkedés elsősorban azokat az iparágakat érinti, ahol a földgázt, illetve a kőolajat nem csak fűtőanyagként, tehát nem mint energiahordozót, hanem alapanyagként is használják. Ebben van kitüntetett szerepe a műtrágyaiparnak. A műtrágyaipar a földgázt az ammónia előállításához, mint alapanyagot használja. Ráadásul itt eléggé magas az alapanyag árban lévő részesedése a földgáznak. Tehát ez okozza a legnagyobb problémát, hogy rendkívüli módon megdrágult az alapanyag, megdrágult ezzel az ammónia, ami a későbbi műtrágyagyártásoknak az alapanyaga, és ez dominó hatásként fut végig a teljes értékláncon, a teljes termelési láncon. Kitüntetett szerepe van itt a műtrágyának, de az ammónia alapú egyéb termékek nek az árában ugyanez megvan, és hát ugye ezt a piac eléggé nehezen tudja fogadni. Ami a legnagyobb kockázat ebben, hogy ha a mezőgazdaság nem tud műtrágyát használni, akkor az elkövetkező évben, években a hozamokra is hatással lesz, ami pedig az élelmiszeripari árakban fog megjelenni. Szabó Csabának, a Magyar Vegyipari Szövetség igazgatójának nagyon köszönöm az értő beszélgetést. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András. Legalább 30%-os túljelentkezés van a kollégiumoknál. Kevesebb, mint 56 ezer férőhelyet tudnak biztosítani a 290 ezeret meghaladó számú hallgatóra, írta a 444. Hogy a rezsidíjak növekedése miatt drágább lehet-e a kollégiumok díja, arról Budai Marcelt, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Volna kedvem belemenni egy másik témába is, nem tudom, hogy melyikkel kezdjük, mert van egy bejelentése ugye a szabad felhasználású diákhitel kapcsán, ugye a Diákhitel Központnak, amely biztos sok embert érint. Kezdhetjük akár ezzel is. Ahogy szeretnék, szerkesztő úr, figyelek. Igen, az a kérdés, hogy van-e abban önöknek bármilyen szerepük, hogy ezt végül is, ezt a lehetőséget szeptember 30-ig meghosszabbították. Most a diákhitel egy igényléséről beszélünk. Így van. A határidőről. Így van. Alapvetően, mint minden felsőoktatás irányítással, illetve a felsőoktatási szolgáltatásokkal kapcsolódó állami cégekkel, így a diákhitellel is igyekszünk, amennyire lehet kapcsolatban lenni. Erről az adott témáról tudomásom szerint nem volt egyeztetés köztünk. Alapvetően úgy gondoljuk, hogy meg az látszik a számokon is, hogy a diákhitel az nagyon sok hallgatónak ad való segítséget, és nagyon sok hallgató ír is vele, ugye, hogyha visszaemlékeznek, akkor nagyjából emiatt másfél évvel ezelőtt meg is növelték a felvehető a hitelnek a mennyiségét, hiszen az mutatták a számok, hogy átlagosan 7 év alatt a végzett fiatalok vissza tudják fizetni a felvett hitelt, és az látszik, hogy egyébként Európa szinten egy jó konstrukció, és nagyon sok hallgató köszönheti ennek a lehetőségnek az, hogy egyetemre tud járni. Ugye a
Korábbi döntés arról szólt, hogy tanulmányi hónapokként a diákhitel egy akár 150 ezer forintig is igényelhető. Úgy van. És ugye bármire elkölthető, és hogy a diákhitel egy, az bármire, a diákhitel kettő az csak tandíjra. És hogy ugye ez a pénzügyi nehézséggel küzdő hallgatók megsegítését célozza, ami óriási népszerűséget ért el, tehát ilyen szempontból az igénylési idő meghosszabbítása nyilván egy kedvező döntés. Igen, minden bizonyan ennek a hallgatók örülni fognak. Na most akkor térjünk rá a kollégiumi szobák kérdésére. Azt mondta a Népszobának, hogy valamivel 55 ezer fölött lehet a férőhelyek száma, ugye? Kicsit talán 56 ezer fölött is, ugye, amikor a kollégiumi férőhelyekről beszélünk, akkor annyi nehézséggel meg kell küzdenünk, illetve a magyar kollégiumi helyzetről, hogy utolsó átfogó országos elemzés ezzel kapcsolatban 2016-ban, illetve 2017-ben készült, ezt mi készítettük, és azóta országos frissítés nem történt, ezt az idejében mindenképpen szeretnénk majd pótolni, viszont a trendek alapján tudunk kockáztatni. Az akkori kutatásunk, amit az országos kollégium fejlesztési stratégia, illetve a diákváros kapcsán végeztünk, az nagyjából azt mutatta, hogy kicsivel 56 ezer fölött vannak a kollégiumi férőhelyek, és 132%-os az országos túljelentkezés, viszont borzasztó nagy különbség van Budapest és vidék között. Tehát vidéken vannak olyan városok, vannak olyan egyetemek, ahol tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kollégiumi problémáról nem is nagyon lehet beszélni, nagyon jó minőségük a kollégiumi helyek, nagyon kicsi a túljelentkezés, vagy akár nincs is túljelentkezés. Az igazi probléma az Budapesten van, nagyjából 14.400 férőhely van Budapesten, és az akkori mérésünk azt mutatta, hogy nagyjából további 10.000-re lenne szükség. Uh-huh. Ugye még egyszer hangsúlyozom, hogy ez 16-17-es árak adatok voltak, azóta az albérletárak kilőttek. Úgyhogy ez a trend, ebből nagyjából arra lehet következtetni, hogy azóta valószínűleg a túljelentkezés is növekedett, hiszen kevesebb család tudja megfizetni az albérletárakat, így több fiatal választaná a kollégiumokat a mi véleményünk szerint, illetve a meglátásunk szerint. Vagyis, hogy a tanulás az egyre inkább anyagi kérdés is, és hogy ugye az 56 ezer férőhelyhez képest ez a idei tanévben, vagy a tavalyiban, ugye, mert nem tudom, a 21-22-es tanév az már lezárult, hogy ugye ekkor 294 ezer hallgató volt a rendszerben, ami azt jelenti, hogy tehát többszöröse az 56 ezernek, de hát nem mindenki akar koleszba menni, tehát nyilvánvaló, hogy ez is hozzátartozik. Természetesen. Nagyon sokan döntenek úgy, hogy albérletbe mennek, nagyon sokan döntenek úgy, hogy vagy hát ugye, hogy a saját ugyanabban a városban folytatják tovább a tanulmányaikat, ahol mondjuk a szüleikkel élnek, akkor nagyon sokan döntenek úgy, hogy maradnak még a családokkal. Ugye itt az Eurostudent 6-os kutatás, ami 2018-ban, nagyjából évente, más évente történik egy ilyen nagy átfogó európai felmérés a hallgatók terén, és ez az Eurostudent 6 foglalkozott a hallgatóknak a megélhetésével. Ott azt mutatták ki, hogy egy átlag magyar hallgató ilyen 140-150 ezer forintból tud megélni, és nyilvánvalóan kell kigazdálkodni akkor a lakhatását is, ami ugye hatalmas különbség, hogyha valaki albérletbe vagy kollégiumba megy. Tehát kollégiumi árak azok ilyen 9000 és 17 ezer forint között mozognak, nagy kerekítve Magyarországon, ugye ezt kormányrendelet határozza meg, ettől eltérni állami ösztöndíjas hallgató esetében nem lehet. Na most ehhez képest az albérletárak azért összehasonlíthatatlanul nagyobbak, még akkor is, hogyha 4-5-en összeállnak. És egyébként egy fél mondat erejéig visszatérve az indító kérdésére, valószínűleg ez is kapcsolatban lehet a diákhitel meghosszabbításával, hiszen ugye nagyjából egy hónapja megkapták a meghosszabbítást a fiatalok, hogy felvették őket egyetemre, most már zajlanak, vagy valahol már le is zajlottak a kollégiumi jelentkezések, és lehet egy ilyen háttere is mögötte, hogy vannak sajnos olyan hallgatók, akik mondjuk kollégiumba szerettek volna jelentkezni, megkapták a tájékoztatást, és sajnos nem fértek be a kollégiumi helyekbe, így most van lehetőség diákhitelt felvenni, hogyha az albérletbe kényszerülnek. Mondjuk, hogyha egy 140-150 ezer forintos albérletárból indulunk ki, ha négyen vannak is, hát az is egy tekintélyes összeg, ugye? De, hát igen, plusz a rezsi, és akkor még nyilván az étkezésről, a tananyaghoz kapcsolódó kiadásokról, könyvekről, stb. Nem is beszéltünk, igen. A kollégiumon túli lakhatási lehetőségekre kitérve, mi az a forrás, amivel számolni kell? Tehát, hogy ha valaki otthonról nem kap pénzt, akkor feltétlenül kollégiumba kell, hogy menjen? Kérdezem én. Hát alapvetően 4 bevételi forrással tudnak számolni a fiatalok. Egyrészt, hogyha vannak olyan szerencsés helyzetben, hogy a szülők tudják őket támogatni, akkor az egyik
a másik, már említettünk, a diákhitel, a harmadik ez a diákmunka. Szintén ugyanez az Euroszinen kutatás, illetve nekünk is volt ezzel kapcsolatban egy kutatásunk, meg talán a KSH-nak is, mind a három afelé mutatott, hogy most már nagyjából a hallgatók fele az tulajdonképpen állandó munkavégző, vagy félállásban, vagy akár teljes állásban a tanulmányaik mellett. Szóval tulajdonképpen most már majdnem, hogy szerves része Magyarországon a diák munka ahhoz, hogy valaki Magyarországon felsőoktatási tanulmányokat végezzen, hogy innen is bevételt szerezni, illetve nyilván a negyedik az ösztöndíjak. Ugye itt a két nagy ösztöndíj, amivel elsősorban érdemes foglalkozni, az a tanulmányi ösztöndíj, illetve a szociális ösztöndíj, de most egyébként, és e tekintetben egyébként a modellváltás egészen frissítő újításokat hozott a egy-egy egyetemeken, tök sok új ösztöndíj lehetőség jött létre, ami akár közéleti, akár tudományos, akár egyéb teljesítményért a hallgatók meg tudnak pályázni, ezt meg tudnak igényelni, de nagyjából ez a négy pillér van, ami a bevétel oldalon megjelenik, kiadás oldalon meg természetesen a lakhatás, az étkezés, tankönyvek, illetve hát nyilván ne legyünk hipokriták, az egyetemi élethez azért hozzátartozik az is, hogy nem árt, hogyha az ember jól érzi magát az alatt a 3-5-6 év alatt, attól függően, hogy milyen képzésen vesz részt. Igen, úgy, most arra gondolom, hogy sok könyvet és, színházat látogat, és sok könyvet vásár. Igen, természetesen színházak, kiállítások, komoly zenei koncertek, igen. Köszönöm szépen a Hőok sajtófőnökének, Budai Marcellnek az interjút. Én is köszönöm, további szép napot kívánok. Viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. És hát az van, hogy elérkezett a műsornak azon periódusa, amikor hát senki által nem követett magyar foci legújabb, hát nem válság jelenségeit fogjuk megbeszélni, dehogy is, hanem éppen ellenkezőleg. Hát európai porondon vagyunk, Szervusz Áron, Takács Áron, szólítom a Tribün egyik műsorvezetőjét. Jó reggelt kívánok, és sok szeretettel köszönöm a kedves hallgatókat. Az a helyzet, hogy legutóbbi beszélgetésünk óta a műsorotokat nem tudtam visszahallgatni, de nyilvánvaló, hogy ez a holnapi nap az este tekintetében ez egy vízválasztó lesz, mert nagyon-nagyon kedvező helyzetben van a Ferencváros is, meg a MOL-Fehérvár. Hát igen, a Fradi egy fél lépéssel van már az Európa Ligába, ugye sajnos nekik a Bajnokok Ligája szereplés nem jött össze, de utazunk Írországba, úgyhogy hazai pályán 4-0-ra le tudtuk győzni a Shamrock Rovers, úgyhogy itt azért a papírforma az, hogy a Ferencvárosnak meg lesz az Európa Liga főtábla, ami szintén hatalmas dolog, ez az elmúlt években többször is összejött a Fradinak, és ez a legfontosabb, hogy az Európa Liga főtáblára folyamatosan be tudjon jutni a Fradi, és az elmúlt években ez volt nekik is a fő cél, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy erre a szintre el tudott jutni a Ferencváros. A Fehérvár pedig a kicsit a szerencsének is köszönhetően, de a taktikának, a szívnek is köszönhetően egy óriási eredményt tudtak elérni Kölnben, 2-1-re nyerni tudtak, de attól még ez a visszavágó nagyon-nagyon nehéz lesz. Annál is inkább, mert ugye meg is néztem, hogy a Bundesligában hogy áll a Köln, és hát az élmezőnyben van amúgy, a hétvégén a Frankfurttal 1-1-et játszott. Hát igen, azzal a Frankfurttal, akik Európa Ligát nyertek, akkor x-eltek a Liccével is, a Schalke-t, a Schalke az szintén egy nagy múltú klub, már nem a legjobb időszakát éli most a csapat. Nem olyan, mint amikor Kevin Kurányi és Szabics Imre volt a két csatár. Nem, most egyáltalán nem ennyire sikeres a Schalke csapata, de most sikerült visszajutni az első osztályba, de tényleg ez a Köln elég jó erőt képvisel, és egyáltalán egy olyan Bundesliga csapatról beszélünk, akik nem lennének tényezők, hanem mondjuk a Bundesligának a 6-7 legjobb csapatában benne vannak, és a MOL-Fehérvár ez a Köln ellen tudott nyerni. Zidzád óriásit játszott. Nagyon nagy volt. Egyszerűen a karrieri eddigi legjobb mérkőzését hozta, bár Újpesten is ontotta a gólokat, de most egy nemzetközi szintű mérkőzésen tudott tényező lenni. Zárdai Balkót is ki kell emelni, aki egy óriási gólt rúgott, és én nagyon meglepődnék, hogyha nem kapna válogatót, meg kívót most. Na de az a kérdés, hogy ő döntötte már, mert azt nem tudjuk, hogy mit választott. Ugye ő korábban volt csapatkapitánya a német ifjúsági válogatottnak.
Igen, igen, de én úgy tudom, hogyha itt a felnőtt magyar válogatottól kap meghívót, akkor ő így döntene a magyar válogatottság mellett. Bízom benne, mert szükségünk lenne egy jó dárdai balkóra, és én tudom pontosan, hogy meghozta ezt a döntést, de én azt olvastam, hogy könnyen lehet az, hogy dárdai balkó mégis bemutatkozik majd a magyar felnőtt válogatottban. De hát a Montaérvel előtt pedig egy nagyon nehéz 90 perc lesz majd itt Magyarországon, mert hiába a 2-1-es előny, azért ember előnyben is a Fehérvár védekezett, és volt a Kölnlek kapufája, nyomás alatt tartották a csapatot, úgyhogy itt minden nagyon fontos lesz, hogy a kontrákból el tudjunk menni, meg topiráljék a hátul a védelem stabil lábakon állom, Angya Szilveszter is nagyon jól játszott ott a bal oldalon, úgyhogy meg volt a jó teljesítmény, de azért ha nézted az ember a mérkőzés képét, akkor az jött le, hogy itt ebben bőven volt szerencse, és a Kölnán sokkal jobb erőt képvisel. Valahogy kellene találni egy volt és nyomni X-re, de az, hogyha innen tovább jut a Fehérvár, akkor az szintén csoda lesz. Abszolút, és hát azért a hallgatók kedvéért ugye úgy nyert 2-1-re a székesfehérvári alakulat, hogy ugye ember előnyt tudott felmutatni majdnem az egész mérkőzésem. Ugye azt hiszem, hogy 20-30 perc elteltével volt a kiállítás. Igen, és volt egy nagyon jó 10 perc a Fehérvárnak, amikor meg is fordítottam a mérkőzést, ott nagyon jól nézett ki a csapat. Ott abban a 10 percben a Zubinek a akarata érvényesült, és meg is tudtuk letni a Kölnt, utána ők meg átszervezték a csapatot, és onnan a második fél időben ők már birtokolták a labdát, folyamatosan a 16-os rögbe jutották a labdát, és voltak nehéz pillanatok. Ezt kell valahogy a videót annak majd megoldani itt a hazai mérkőzésen, hogy visszaválunk, de ne húzzuk magunkra ennyire a Kölnt, és ne adjunk nekik ennyire fontos területeket, pozíciókat a pályán, és hogyha el tudunk menni kontrákba, akkor kicsit hatékonyabban érünk el a 16-osokhoz. A magyar csapatokkal kapcsolatos záró kérdésem az az, hogy ugye a két alakulatot elnézve, ugye a magyarokra inkább a Fehérvár épít, míg a Ferencváros ugye a jó és értékes külföldi labdarúgók idecsábításába jeleskedik. Igen, a Fradi is ilyen nemzetközi szinten akar komoly eredményeket elérni, akkor a nemzeti piacról kell nekik értékes játékosokat igazolni. Azért jó látni, hogy egy Pászkal Órád is fiatalként be tud kerülni a Fradi kezdőjébe. Butka Endre továbbra is fontos játékperceket kap, vagy akár Vécseri, Dibusz, úgyhogy vele magyar játékosok, de hogyha a nemzetközi ligákat is megnézzük, az ottani több csapatok sem saját nemzeti játékosokból állnak, csak az, ha meg igazán olyan játékos szeretne venni a Fradi, aki magyar, és a nemzetközi szinten is megüti a helyét, azok nagyon drágák, és már a top ligákban játszanak. Itt van egy ilyen szakadék, hogy a Fradiban lévő szinte szózó magyar játékos kevés van, akit megéri megvenni a Fradinak, a következő szintű magyar játékos meg már szerencsére a Bundesligában játszik, vagy a Hollandiában játszik, ugye ezért van nehéz helyzetben a Fradi, bízom benne, mert minél több magyar fiatalt látunk a Fradiban, de jelenleg szerintem ez a járható út. Záró kérdésem, és egy kicsit átugrunk a Szigetországba, jó? Nyugodtan. Mert azt tapasztaltam Áron a tribünben, hogy egészen komoly skilleket mutattok a nemzetközi futballbajnokságainak követése közben. Ugye a hét igazolása, hogy Casemirót elcsábította a Madridtól a Manchester United, és kirobbant Angliában egy értelmezési vita, hogy vajon Casemiro jó játékos-e. Csak Sunest idézem, aki hát korábbi legenda, Graham Souness, ugye ő fogalmazott, úgyhogy nem jó focista, nem tud passzolni például. Te hogy látod, hogy a Manchester United problémáin mennyiben tud ő segíteni? Hú, hát fél órás választani, mert a Unitednál óriási problémák vannak, és kezdem írni. Jó, de megverték a Liverpoolt első győzelmüket aratva ezzel. Én nagyon jól is játszott a Manchester United, viszont a Ronaldo-t meg Vajart Garhagen lerakta a padra, és már azt a filozófiát, amit ő az ajánlóban játszott, pressinggel, hátulról kihozta a labdát,
sőt, amit nem is hozták játszani a labdán, de járban nem erős, és inkább akkor felrúdosták a labdát. Amivel mesterül a kiállítán, hát az nagyon-nagyon jól működött, és talán itt épített is egy rendszer, de ami nagyon jelzik ebben a csapatban, az egy hatos. Egy igazi szűrő játékos, aki ütközik labdát szerezni, és ebben Casemiro világklasszis. Casemiro szerintem világklasszis játékos, és így hívásokat keresett. Tény, hogy nem csak Casemiro nyertenek azokat a BL győzelmeket, bajnoki címeket, hanem Kroos, Modric, az egész csapat kellett hozzá, de Casemiro egy nagyon-nagyon fontos pontja volt, és szerintem az ütközésekben, labdaszerzésekben, a csintözésekben világklasszis játékos, és nagyon-nagyon fontos lesz ő itt a Manchester United-ben. És inkább az a kérdés, hogy 30 éves játékosért adta neki ilyen 4 éves szerződést, ilyen magas fizetéssel, és fizettől érdehetne milliót. Főleg a mostani árakon, meg a mostani válfokatban. Nem fizett érte, csak hatalmas hiányposzt volt a United-nál, bajban kellenek az eredmények, és ezért túlfizették Casemirót, a Real Madridnál pedig azért Perez egy nagyon jó üzletember, akkor már azt mondta, hogy mégis eladó, hogy elsősorban nem ezért kritizálják ezt az igazolást, de maga a játékos az nagyon jó, csak hát nem biztos, hogy 30 éves játékos értített mennyibe. Áron, megköszönöm a magyar és a nemzetközi futball értő elemzését, és számítok a jövőben is arra, hogy velünk leszel. Köszönöm szépen. Na, én is köszönöm, és mindenképpen. Szia! Hello. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző. Benépesült a stúdió, itt van Toró Niki, akinek köszönöm a mai adás szerkesztését, Hadomás Bettinek is. És így ér egy híd át a bisztróhoz is, mert Dézsi Zoli is itt van velünk. Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Jó reggelt! Na, Niki, nézzük az online térben, mik a hasító témák. Hát 2 hírt szeretnék kiemelni a hírfolyamból, right, hogy jusson még itt idő a bisztróra is. Hát azt olvasom, hogy ismét téma lehet a vasárnapi boltzár az elszabadult energiaárak miatt. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete azt gondolja, hogy ők azt tartanák jónak, hogyha vasárnap déltől bezárnák az összes boltot, így megoldást tudnának bizonyos részben találni a munkaerőhiányra is, ami ezt az ágazatot már nagyon régóta, nagyon jelentős mértékben sújtja. Úgyhogy ők azt mondják, hogy ők az egész vasárnapot is szeretnék igazából becsukni a boltokat. Elkérni szabad időnek. Igen, igen. De hát azt mondják, hogy megértik az embereket is, a vásárlókat is, a boltokat is, úgyhogy ezt a kompromisszumos megoldást javasolják, hogyha sikerül célt érniük, akkor január 1-jével vezethetik be az új rendszert. Na. Úgyhogy már volt ugye vasárnapi boltzára példa. Nagyon sikeres volt. Hát az egész ország örült neki. Hát jó, de most azért egy kompromisszumos meg az szerintem déltől. Nem kompromisszum. Vasárnap bezárni a boltokat. Megértettem. Igen, pro-kontra nagyon sokan érvelnek. A másik, amit kiemelnék... Bocsán, csak annyi előnye volt annak az ügynek, hogy legalább azt megtudtuk, hogy például a biztonsági örök fokozottan érdeklődnek a közjog iránt. Na, erre már nem emlékszem. Hát a Nemzeti Választási Irodában ott ültek. Ja, igen. Mappába vitték a kérdést. És ráadásul az is haszna volt, hogyha szombaton ott hagytam valamelyik parkolóban az autómat, és elfelejtettem, hogy melyikben, akkor vasárnap megtaláltam, mert abban az egy autó volt a parkolóban. András, jogi témát hoztam másodikként. Portugál fiatalok peredtek be 30 országot a klímaváltozás következményei miatt. Arra hivatkoznak, hogy a klímaválság sérti az élethez, a magán és a családi élet védelméhez való jogukat. Képzeld, a felperesek 10 és 23 év közötti fiatalok közösségi finanszírozásban oldják meg ezt az ügyet. Tök jó. És hát azt olvastam, hogy ilyenre még nem volt példa, hogy 30 ország egyszerre kelljen védekezzen. Az Európai Emberi Jogi Bíróság elé terjesztették az ügyet, és hogyha a legfelső bíróság a felperesek javára hoz döntést, akkor az európai kormányokat ugye a komoly lépésekre kényszeríthet,
heti kibocsátásukat kell ugye csökkenteniük, majd a multinacionális vállalatok szennyezésére is valamilyen megoldást kell majd találniuk, vagy korlátozniuk kell ezeket. Szóval ezt majd fogjuk figyelni. Tök jó, hogy ennyire fiatalok is foglalkoznak a közélete szerintem. Szuper. És akkor átnyergelhetünk a bisztróra is, jó? Oké, nyergeljünk. Köszönöm, Niki. Köszönöm. Én köszönöm, akkor itt mindenki megköszönt mindenkinek mindent, én főleg nektek, hogy bejöhettem, és elmondhatom azt, hogy szerintem izgalmas lesz a következő két óra, amit kiemelnék. Nincs rosszabb egy unalmas bisztrónál. Hát az a legrosszabb, ha már nem adnak sört sem, akkor az a legrosszabb bisztró. De hogy komolyra fordítsam a szót, megemlékezünk majd minden idők egyik legjobb sportriporteréről, Knézienőről, akinek napokban volt a születésnapja, és a fia ifja Knézienő fog róla beszélni. Megkérdezem a többi közöttek, nem hiszem el, nem hiszem el, mit csinál, hogy úszik, hát ez óriási. Rakjátok el szilveszterre. Igen, ez, egyébként ez a klasszikus történet, ez a Muszambani nevű úriembernek az úszása, hát azért ez csipetnyi túlzás. És Szántó Dávid volt az az átvevő Budapesten, akinek beszélt a Knézi, és én telesportos koromban ezt láttam az egész nyersanyagot, hát nagyon sokat rögtünk rajta. Szóval itt lesz, és aztán fölhívnám még arra a figyelmet, hogy itt lesz egy olyan ütőművész, és senki ne jegye meg a művész szótól, a világ leglazább emberéről van szó, aki mindenen tud dobolni, de a szó legszorosabb értelmében. Schneider Szilveszternek hívek, és hoz is egy ilyen hangszert, ami úgy néz ki, mint egy görög váza, csak sok rajta a luk. Úgyhogy ezen fog majd a többi között játszani. Ennyi volt? Igen, igen, okay, sajnos bisztró, el kell köszönnünk. Na, hát hallgassák a bisztrót, és ha megtehetik, akkor holnap is az aktuált, hiszen vagy Erek Anikó lesz. Szalai Szabolcs helyettesíti most kivételesen. Komolyan? Igen. Jó, akkor ezt most frissítettük. Igen, igen, ez egy helyreigazítás. Nem tudják elképzelni, mekkora megtiszteltetés, hogy velem voltak az elmúlt két órában. Minden jót kívánok, viszont hallásra.